A KNTH női kézilabdaliga 19. fordulójában csapatunk igazi rangadóra készült. A Budaörsöt láttuk vendégül az elektromos csarnokban. A két együttes őszi mérkőzése 30-30-as döntetlennel ért véget, ezúttal azonban a szenzációs első félidőnek köszönhetően nagyon bíztunk a két pont megszerzésében. Hatékony támadójátékunknak hála folyamatosan nőtt a különbség, 30 percnyi játék után 21-15-öt mutatott az eredményjelző. A modern kézilabdában szoktak mondani, már 6 gólos előny az még nem előny. A második játék részben ez be is bizonyosodott, mert egyrészt már jóval nagyobb ellenállást tanúsított a vendégcsapat, másrészt kedvenceink többször belehibáztak a támadásokba, így a több rutinos játékossal felálló hornyákék fokozatosan közelebb zárkóztak, végül aztán csak úgy, mint ősszel, ismét csak egy pontnak örülhettünk. Ha nem sikerült valami, akkor nem azzal foglalkoztunk, hogy a következő megadás tökéletes legyen, hanem még magukba hordtunk, hogy megint nem sikerült, nem csináltam jó, és azt az ember, aki hibázott elején, akkor hibázott egyből is hátul. Már nagyon sajnálom, és már fájdalmas, gyötrelmes, és már annyira szeretnénk nyerni, de bízom benne, hogy most már lassan jönni fog az a két pont. Minden csapat sajnos ki tud, vagy próbál kihasználni, hogy erőfölényben vannak a meccs végére, mert nálunk azok a játékosok, akik 50-55 perce már a pályán vannak, mint ahogy én se tudok már olyankor jó döntést hozni, sajnos elfáradunk a végére. Hornyák Ági vagy a Bognár Bogi a másik csapatban ezt rutinból megoldotta, hisz sok nemzetközi meccs van hátuk mögött, BL vagy válogatott meccsek. Nálunk nincsenek ilyen játékosok, mi küzdéssel és akarással akarjuk ezt néha kompenzálni, de nehéz. És olyan szituációkban, amikor hátára kell venni a csapatot, ők ezt megcsinálják, és ez most bejött nekik. Azért dolgozunk, hogy jobb és jobbak legyünk, és itt nagyon apró dolgokon múlnak nagy dolgok, és nekünk valahogy ezt a küszöbet át kell lépni. Tökéletesen látszott, ha maximálisan koncentrálnak Golovin Vladimir tanítványai, akkor bárki ellen győzelmi eséllyel mehetünk csatába.